Már javában főnek a különféle pörköltek a bográcsokban a dalmandi falunapon. A kész ételekből mindenkinek jutott vacsorára való. A főzőversenyhez 11 főzőcsapatunk van, minden egyes csapatnak a húst, a zöldséget, az összes hozzávalót a fűszereken kívül mindent az önkormányzat adott, és ezt most egyúttal köszönöm Dalmand község képviselőtestületének, helyi vállalkozóinak, hogy ezt létrehozhattuk, mivel az ő adományukból jött ez létre, tehát az önkormányzatnak ez egy forintjába nem került. Tehát ez a falunap arról szól, hogy érezzük jól magunkat, legyünk együtt, építsük a csapatot, nem az önkormányzat pénzéből, mivel elvonások terhelik az önkormányzatot, hanem az összefogásról szól. Képviselőink, a helyi vállalkozók, mindenki így állt ehhez hozzá. Az ide látogató mindent kóstolhat, vaddisznópörköltünk lesz, szarvaspörköltünk lesz, sertéspörköltünk lesz, pincepörköltünk lesz, friss kenyérrel és a közmunkások által elkészített káposztasalátával. És akkor itt szeretném megköszönni, 17 közmunkásom van, a 17 közmunkásomnak azt a rengeteg munkát, amit belefektettek ebbe, hogy szép legyen a falu, csinos legyen a falu, és minden megvalósuljon ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát. Tehát azt gondolom, hogy Dalmand lakosságának és Dalmand fiataljainak, ifjúkorainak, középkorújainak, időskorúaknak, mindenkinek jót tett az, hogy most mi ezt a mai rendezvényt létrehoztuk, mivel most ez a koronavírus miatt, tehát senki nem léphetett ki az otthonából. Ez most alkalmat ad arra, hogy megint összehozzuk a falut, megint összehozzuk és együtt legyünk, és együtt legyen fiatal, gyerek, idős, középkorú és minden korosztály. És azt gondolom, hogy vágytak rá és szerették volna már ezt. Dr. Stamné Juhász Luca polgármesterasszony elmondta, nem kis fejtörést okozott a falunap megszervezése, hiszen a járványügyi előírásoknak maradéktalanul meg akartak felelni. A mai falunapot januárban kezdtük el szervezni a képviselőtestületemmel. Januárban minden fellépőt és minden szereplőt lefoglaltunk és megkötöttük a szerződést. Sajnos közbeszólt a koronavírus. Ezért feltételes helyzetbe helyeztük az egész műsorunkat, hogy meg tudjuk-e tartani, vagy nem. A kormány döntésétől vártuk az intézkedést, hogy mit tudunk ezügyben tenni. A kormány úgy döntött, hogy 500 fős rendezvényeket zárt térben meg lehet tartani, viszont kértünk egy olyan állásfoglalást, miszerint szabad téren megtarthatjuk úgy a programunkat, hogy 500 fő sátorban, tehát ülő székes helyzetben végighallgatja a produkciókat. A programjainkra, akik részt vesznek, Duma Színház, Vastag Csaba, Kacor Feri, Stifter Balázs, tehát nem sok előadót hívtunk, viszont felhívtuk a falu figyelmét, hogy a járványügyi helyzetet betartva kell ezeket a programokat véghez vinnünk és megcsinálnunk, tehát mindenki készfertőtlenítő, minden egyes óvintézkedést megtettünk annak érdekében, hogy megfeleljünk a kormány elvárásainak. A nehézségek ellenére senki sem maradt ki a jóból. A gyerekeket délelőtt a légvár csávította, de akár kézműveskedni is leülhettek kicsit. A felnőttek pedig jól szórakozhattak a stand-uposok poénjain, az est további részét zenei műsorok tarkították.